Az, hogy a műfenyő jobb vagy az igazi, minden év decemberében vitatárgyát képezi. A kérdés azért is bonyolult, mert az emocionális mellett ott vannak azok a fránya környezetvédelmi szempontok is. Mivel érzésekkel nem illik vitatkozni, beszélgessünk inkább a környezetvédelemről. Azt már az elején szögezzük le, ez egy több tényezős kérdés. És mivel a körülmények nem minden esetben ugyanazok, nem lehet kijelenteni kategórikusan, hogy melyik a zöldebb megoldás. De akkor vegyük sorra, amit tudunk. A műfenyők ökológiai lábnyomának tetemes részét a gyártás teszi ki, majd ezt követi a szállítás, mely általában Kínából indul, a használat és a megsemmisítés. Nos, az Amerikai Karácsonyfa Társaság, és igen, ez tényleg egy létező szervezet, szóval a társaság átfogó vizsgálata szerint, ha nem egészen 4 évig használunk egy műfenyőt, akkor annak a környezetvédelmi befektetése már megtérült. Tehát, ha hosszú távra tervezünk, már pedig hazánkban akár évtizedekig is elnézegetjük ugyanazt a műfenyőt minden szívbaj nélkül, ez egy egészen környezetbarát megoldás. Mindezek mellett persze az is tény, hogy a műfenyők akkor is műanyagból és fémből készülnek, tehát végül a kukába kerülnek és nem bomlanak le, legalábbis a mi életünkben biztos nem. Az igazi fenyő esetében egyedül a szállítás az, ami káros hatással van a környezetünkre, és a défitekkel ellentétben nem az erdőket pusztítják a kivágásukkal. Ezeket a fákat eleve azért ültették el, hogy aztán árucik legyen belőlük. Tehát aki ragaszkodik az igazi fenyőhöz, az illata vagy annak a hangulata miatt, annak ugyanúgy nem kell lelkifúdolást éreznie, mint annak, aki azért nem választja, mert nem szeretné végignézni a fa halálát. De végérvényben bármelyik fenyő mellett is döntünk, nem ezen fog múlni, hogy boldog lesz a karácsony.